Az első olyan fotó, amikor szőke és hosszú hajú volt a Balázs Pali a fotón. Szőke és hosszú hajú voltam. Tehát miért lett szőke és úgy éreztem, hogy ha már a hossza megvan, megnőtt, hogy legyen valamitől egy kicsit érdekes, és bevallom töredelmesen, nem gondoltam volna, hogy ennyire aztán ez így központi téma lesz az én zenei dolgaim mellett. Ez a fotó a 2000-es lemezen fotózásán készült. Nem ez volt a lemezborítón, egy másabb volt, de az a lemez azért volt nagyon érdekes és fontos az életemben, mert ez volt a pályafutásomban a legsikeresebb album, a Nem adom kölcsön a szívem, ez 80 ezer példányban talált gazdára. Én az Oroszlán jegyébe születtem, szeretem a kihívásokat, és mindig is az egész életem, a zenei pályám azért függetlenül attól, hogy úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt az én számomra mindenféleképpen, remélem ezt a közönségem is így érzi, mindig tele volt kihívásokkal. Ezeket a kihívásokat általában én magam tettem magam elé, és én álmodtam meg magamnak, én terveztem. Sokszor aztán az élet rendezte, hogy milyen lesz a végeredmény, hogy vagy sikerül, vagy nem. És most én úgy gondoltam, tavaly nyár vége felé, hogy egy zenei továbblépésen kell, hogy átmenjek, és megálmodtam magamnak egy új zenei világot, egy továbblépést. Abból a szempontból, hogy azokat a dolgokat, amik az elmúlt 23 évben a színpadon, az én életemben működtek, azokat természetesen nem fogom elfelejteni, és nem dobom el, és nem tagadom meg a múltamat. Azonban, ahogy fejlődik a világ, úgy gondolom, hogy még nagyon sok tartalék van bennem, mint szerző is, és mint előadó is. És ezeket a tartalékokat szeretném kiaknázni, és szeretném még a jövőben, ha Jóisten is megadja, hogy minél nagyobb létszámú közönség előtt, minél nagyobb rajongótábor előtt meg tudjam mutatni. Ez a dalokban, a színpadi koncerteket illetően, az összességében az én produkciómat illetően úgy gondoltam. És amikor elkészült az első dal, olyan 80%-os verzióban, ültünk ott a stúdióba, hazamentem éjszaka az autóba, ilyen másfél órás autóutam volt, és azon gondolkoztam, hogy ehhez a zenei továbblépéshez lehet, hogy a külsőségekben is kellene változtatni. Hát először ugye elég bizarnak tűnt az, hogy akár a hajammal kapcsolatban is, ami ugye itt az elmúlt 23 évben ilyen védjegy is volt, hogy ehhez is hozzányúljunk, és aztán másnap reggel, amikor felébredtem, azt mondtam, hogy miért ne. És hál' Istennek aztán ezt az ötletet aránylag elég gyorsan tettek is követték, és hát megtörtént az, hogy levágottam a hajamat, és ezáltal úgy gondolom, hogy egy teljesen új személyiséget láttam viszont a tükörben, amikor először ugye szembesültem azzal, hogy milyen lett a végeredmény. Nagyon szűk körben, 20-30 olyan baráti körben, zenésztársaimnak, családbarátoknak mutattuk meg a fotókat, ami készült egy portfólió fotó néhány nap múlva, és hát ugye ez most már 3 hete volt ez a hajvágás, és egy picit úgy gondolom, hogy talán visszavonultabban éltem a hétköznapi életben, hogy a lemez első slágerének elkészítése, a videóklip leforgatása, és ennek az egész dolognak a nagyvilággal való megismertetése, mikor legyen, és hát a Valentin napot, a február 14-ét tűztük ki, és hát hál' Istennek örülök, hogy ez sikerült is megvalósítani. Mit szólt a környezet, amikor bejelentetted? Tehát először még csak azt mondtad, hogy le fogod vágatni rövidre a hajadat. Senki nem hitte el. És az igazság az, hogy én az elmúlt 23 évben minden egyes nap úgy éreztem, hogy ettől a hajviselettől én soha nem fogok tudni megválni, és nem is akarok, és kényesen ügyeltem arra, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes reggeltől estig ez olyan legyen, amit én megálmodtam, és amit én közvetítek a színpadon, a tévéműsorban, a műsor házigazdája, szereplője. Igazság szerint, amikor megtörtént ez a váltás, akkor azt éreztem, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Én úgy gondolom, hogy az én zenei világomban, én mint előadó, elsősorban azért nem a külsőségek és a hajam miatt értem el azokat az eredményeket és sikereket, és élhettem meg ezt a 23 évet a zenei pályán, mert szerintem, hogyha csak arról szólt volna, akkor ez nem tartott volna 23 évig. Én a 23 év alatt 17 megjelent lemezzel büszkélkedhetek,
körbejártam az országot nagyon sokszor, több mint 2500 helyen voltam fellépni. 8 Magyarországon, anyaországon, túli országban járhattam, a magyar lakta közösségeknél. Van néhány szakmai díjam is, de a legfontosabb az a fajta közönség reakció és közönség siker, ami bátran kimerem jelenteni, és remélem nem tűnik túlzásnak, hogy szinte valamennyi helyszínen én ezt megkaptam a közönségemtől. Engem a közönség tartott 23 évig, úgy gondolom, a színpadon, és hát nyilván most majd ki fog derülni, hogy ezzel az új színpadi megjelenéssel és ezzel a zenei továbblépéssel ők mit fognak tudni, hogy tudják befogadni. Én nagyon bízom benne, hogy ez az út még sikeresebb lesz, és még több emberhez el fogok tudni jutni a dalaimmal. Ez is elsősorban a cél. Meg szeretném tartani a közönségem minden egyes tagját bármerre a világba, és ha lesz rá lehetőségünk, hogy esetleg még tovább bővüljön a közönségem tábora, hát azt gondolom, hogy akkor talán a legjobb döntést hoztam meg. Én nem gondolkozom az új lemez kapcsán kirándulásokkal. Olyan apróságok lesznek az új lemezem a dalokban, amik úgy gondolom, hogy korábban nem voltak jelen. Ezt most szakmailag fölösleges belemenni, a közönség fogja ezt eldönteni. Én nekem a legfontosabb az, hogy az ember harmóniában legyen önmagával a hétköznapi életben, mint előadó, mint szerző. Hál' Istennek itt az elmúlt másfél évben több mint 30 dalt tudtam írni, és én magam lepődtem meg a legjobban saját magamon, hogy volt olyan nap, hogy két dal is így kiszaladt. Ez azt jelenti, remélem, hogy úgy az embernek a hétköznapi életben, a magánélete rendben van, ami szerintem elengedhetetlen ehhez. És ez a fajta harmónia, a magánéleti harmónia, ez a színpadon is a dalokkal együtt összeötvözve, meg kell, hogy érezze a közönség, hogy ez ilyen, és hogyha szerintem ők ezt látják, hallják, akkor bízom benne, hogy továbbra is meg lesznek a sikerek.